napon vettünk részt itt a rendezvényen. Azt beszéltünk férfi kollégámmal, Rogival, hogy nagyon magas a színvonal, a szakmai színvonal ezen a versenyen. Szinte egy országos versenynek a döntője is lehetne ez a versenynek a táncos része. Tehát nagyon jó a technikai felkészítés a gyerekeknek, nagyon jó a háttér tudásanyaguk, nagyon jól meg vannak tanítva például arra, hogy hogy kell egy csalogatást megcsinálni, mi a szabályrendszer a táncnak. Ezt azért tudják megtanulni így a gyerekek, mert a pedagógusok olyan szinten vannak, hogy azt egy egyszerű magyarázattal ezt át tudják adni a gyerekeknek. Vannak olyan pedagógusok, nem itt máshol, hogy csak a figurát tudják megtanítani, és mondják, hogy táncolják, és mosolyogják. Ez is egy tánc, de az mégis egy olyan színvonalat eredményez, mint már ilyen fiatal egyes korosztályban is olyan produkciók voltak, hogy szinte a felnőtteknek lehetne mutogatni ilyen előadásban, technikában, nem, de előadásban és őszinteségben előadott táncokat. Úgyhogy nagyon nagy tapsot szeretnék kérni a pedagógusoknak. Nagyapa, keresztanya el nem hozza a gyereket, nem vasalja ki a ruháját,
nem készíti elő, és nem állott a pedagógus mellett. Úgyhogy én arra kérek minden gyermeket, hogy tapsoljuk meg a szüleinket.
külön díjak nem azt jelentették, hogy nem kaphatnak díjat, tehát nem lehetnek a versenyek díjazottak a táncosok. Külön díjjal kiemeltünk díjazott táncosokat is, és olyanokat is, akik éppen a díjazás határán voltak. De mindenki tudja, hogy két oklevél van a kezében, vagy kettő. Jó? És akkor Baranya kiváló kisgyermek táncosa díját nyerte el, Nyaka Emília. Díjas, tehát Oszpanna.
virág.
kiváló táncos Muth Ádám. Ez egy ilyen